Itthon holnaptól felfüggesztik az idősek vásárlási sávját, hogy így csökkentsék a karácsonyi tumultust az üzletekben és fékezzék a járvány terjedését. A vírus ugyanis egyelőre nem lassít, egyetlen nap alatt megint csak nem 6200 embernél mutatták ki a kórt. Közben megérkezett a kínai vakcina dokumentációja Magyarországra. A szakértők el is kezdik vizsgálni, hogy mi hamarabb kiderüljön, kaphat engedélyt az oltóanyag. A mintavétel néhány másodpercig tart, és még az autóból sem kell kiszállniuk a fertőzést gyanús embereknek a mobil szűrőpontokon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ buszai folyamatosan járják az országot és végzik a teszteléseket. Pilisvörösváron pénteken csaknem 100 embert vizsgáltak meg. A házi orvos küldte őket, hogy kiderüljön, elkapták-e a koronavírust. Lázas nem voltam, száraz köhögés, tehát ilyen abszolút náthás tünetekkel indultam, és mivel gyerekek között dolgozom, illetve öregszüleim vannak, ezért eljöttem ide, és biztosra megyünk. Először antigén gyors tesztet végeznek a betegeken. Ha az negatív, akkor PCR mintát is vesznek, amelyet laboratóriumban vizsgálnak tovább. A mentőszolgálat bírja a fokozott terhelést, a járvány kezdete óta már több mint 500 000 mintát vettek le. Több mint 400 ilyen egységet, mintavevő egységet mozgatunk minden áldott nap, azért, hogy mindenkinek minél hamarabb mintavételre kerüljön sor. De természetesen a mintavétel nem helyettesíti a felelős gondolkodást, mindenkinek, ha tünete, panasza van, akkor nagyon fontos, hogy izolálja magát. A tesztelési kapacitásokat a beérkező igényekhez igazítják. Pilisvörösvárról és környékéről sok mintavételi kérés érkezett, ezért volt indokolt az egynapos szűrési akció. Ha későbbiekben szükség lesz rá, akkor a busz visszatér. A helyszínt a város biztosította, a tesztelést polgárőrök is segítették. Az egyik helyi étterem pedig melegételt hozott a mintavevőknek. Korábban a szűrőbuszok egyéb más betegségek kiszűrésében vettek részt, de a koronavírus járvány terjedése okán most már a koronavírus tesztelésbe is bevontuk őket. Annak érdekében, hogy a Pilis-Dunakanyari térségben élő több mint 100 000 embernek segítséget nyújtsunk a tekintetben, hogy minél előbb felismerhető legyen a betegség, minél korábban ki tudjuk szűrni a gyanús eseteket. A fertőzöttek száma egy nap alatt újabb 6197 esettel nőtt, az aktív fertőzöttek száma ezzel 185 000 fölé emelkedett. Meghalt 171, többségében idős, krónikus beteg. A kór miatt jelenleg 7841 ember tápolnak kórházban, közülük 610 vannak lélegeztetőgépen. A kínai oltóanyag dokumentációja közben megérkezett Magyarországra, ezt a külgazdaság és külügyminiszter jelentette be a közösségi oldalán. Szijjártó Péter arról írt, hogy ezután magyar szakemberek vizsgálják meg, és dönthetnek arról, hogy kap-e engedélyt az itthoni használatra. Hangsúlyozta, a vakcina biztonságossága nem politikai, hanem szakmai kérdés. Amennyiben pozitív döntés születik, azonnal megkezdik a szerződés megkötését a behozatalra. Az oltás ingyenes és önkéntes lesz itthon. Regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu weboldalon és levélben is lehet. A posta pénteken megkezdte az oltási regisztrációs lapok kézbesítését. Több mint 2 millió 65 év feletti kapja meg, elsőként a fővárosban élők. Országosan a jövő héttől ütemezetten szintén zajlik tovább a kézbesítés. Várhatóan az év végéig minden érintett megkapja ezeket a küldeményeket. A tiszti főorvos levele tartalmaz egy tájékoztató lapot, tartalmaz egy regisztrációs lapot és egy válaszborítékot. A regisztrációs lapot kitöltve, azt a válaszborítékba helyezve, ezt a levelet ingyenesen fel tudják adni a postáinkon. Megszűnik az idősek vásárlási sávja. Szombattól bárki bármikor vásárolhat újra az élelmiszerboltokban, a patikákban és a drogériákban is. A korlátozás felfüggesztését a hazai kereskedelmi szervezetek kezdeményezték, az idősügyi tanács is egyetértett vele, ezzel segítve azt, hogy a karácsonyi bevásárlás idején ne legyen tumultus az üzletekben. A kormány ugyanakkor felhívja a figyelmet a kötelező maszk viselésére, és arra kéri az időseket, hogyha tehetik, kerüljék a zsúfolt áruházakat.